Május végén a dupla szupercellával érkező 4-5 cm átmérőjű jegek nagy pusztítást végeztek Bátaszéken. Nem csak a termésekben, de a lakóingatlanokban is nagy károk keletkeztek. A város önkormányzata ekkor felhívást tett közzé, hogy hozzájáruljon a lakásbiztosítással nem rendelkező lakosok kárának rendbehozatalára. 25 bejelentés érkezett, ezt is tárgyalták a júniusi testületi ülésen. Képviselőtestület végül is úgy döntött, hogy mintegy 1 070 000 forintnyi támogatást oszt szét az érintettek részére, melyek közül lesznek olyanok, akik a károkat teljes mértékben téríti az önkormányzat támogatás formájában. Itt is elsősorban az anyagi és szociális rászorultságot vettük figyelembe, és lesznek olyanok gyakorlatilag, akik a káruk 50%-ának megtérítésére kaphatnak lehetőséget az önkormányzattól. Összesen 29 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők, és számos más a lakosságot, illetve a városban működő civil szervezetet érintő kérdésekben is döntöttek. 2022 második fél évére egy újabb keretet nyit a bátaszéki civil szervezetek részére. Ennek az összege 2 750 000 forint lesz. Pályázati felhívást néhány napon belül közzé fogjuk tenni, és a civil szervezeteknek újra lehetőségük lesz arra, hogy a működésükhez szükséges forrásokra pályázatot nyújtsanak be Bátaszékváros önkormányzatához. Ezt augusztus elején el is bírálják, és a nyertes pályázók még az idén megkapják a támogatást a várostól. Ezen kívül a felsőoktatásban résztvevő és jól teljesítő bátaszéki fiatalokat is segíteni a település. Az év második felében is meghirdeti az ösztöndíjpályázatot, erre 2 000 000 forintot különítettek el.